A Kiskörösi Irodalmi Társaság tagjai helyi írók és költők, akik a világgal, az életükkel kapcsolatos érzéseiket, gondolataikat szívesen megosztják másokkal. A nyári szünet után október 21-én találkoztak második alkalommal a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Tavaly augusztusban volt, ugye augusztus végén, szeptember elején volt az első alkalmunk, hogy megalakult a Petőfi Művelődési Központnak a felkérésére ez a Kiskörösi Irodalmi Társaság, és ez már most a 10. alkalom pont, hogy ma itt összeültünk az alapító tagokkal, és ugye jelenleg is vannak állandó tagjaink már, és most is bővültünk két új taggal, úgyhogy nagyon örülünk ennek, és várunk szeretettel mindenkit, akik hasonló érdeklődési körrel rendelkeznek, mint mi: írás, alkotás, verselés, költészet. Én úgy érzem, hogy azok a törekvéseim, amivel elindítottuk ezt az egész társaságot, azok megvalósultak, vagy hát egy olyan jó úton haladnak a megvalósulás felé, amit mi nagyon szerettünk volna. Nem túl egyszerű ez a dolog, ezt be kell látni, főleg manapság, amikor egy kicsit háttérbe szorult az irodalom, meg az olvasás, meg hát az írás az meg azt végképp. Így még nagyobb feladat szerintem ez a társaság, az, hogy ezt a társaságot életbe tartsuk. Komlós Kingának idén jelent meg legújabb regénye, Szerelem az Amazonas mélyén címmel. Kinga mellett a társaság alapító tagjai között van Kutyifa Anikó is, akinek legújabb Szeder barátokra lel Kiskörösön című kötetét a Petőfi ünnepen mutatták be a János Vitéz látogatóközpontban. Néhányan már ki is olvasták, és felháborodva vették tudomásul, hogy második rész nem nagyon lesz, hiszen ez egy zárt történet. És éppen ma már voltam a Bemiskolában, a 4. A-ban egy ilyen író-olvasó találkozón, ahol már Rohoskán Ejcó olvasott is 15 oldalt a gyerekeknek, de aztán, amikor megbeszéltük, hogy szívesen elmegyek egy kis bemutatóra, beszélgetés, akkor ő abba is hagyta az olvasást, de közben már több kisgyerek behozta, hogy dedikáljam, van, aki már félig elolvasta, nagyon-nagyon tetszik nekik, illetve nagyon szeretik az illusztrációkat, ami tényleg különösen fontos nekünk, mert ugye ez az első olyan könyvünk Gigivel, ahol színes illusztrációk vannak. Több más fórumon is írok, az újságba is, meg a saját blogomba is. Azok rengeteg időt elvettek tőlem, meg most éppen tanulmányokat is folytatok felsőoktatásban, és az is, hát azért tanulni is, az rengeteg időt elvesz az embertől. De pont most egy kicsit megint egy nagyobb lendületet vettem, és újra nekifogtam, és újra elkezdtem, úgyhogy azt nem tudom, hogy idén ebből lesz-e már valami, de én nagyon bízok benne, hogy ezt idén be tudom fejezni, a második részt az Életlovas oldalának. A három alapító tag mellett mára már állandó tagja a Kiskörösi Irodalmi Társaságnak Takács Géza, akinek saját kutyája adott inspirációt arra, hogy megírja első könyvét, a Léna kalandjait, amit a könyvbemutatókon a gyerekek és a felnőttek is nagyon szeretnek. Szerencsére jó fogadtatása volt, mondjuk az is biztos sokat segített, hogy Léna is ott volt, tehát így a történeteket nem csak olvashatták a gyerekek, hanem gyakorlatilag ugye így Léna segítségével idézőjelbe át is érhették, tehát test közelből találkozhattak a főhőssel. Állandó tagja a társaságuknak Háló Gyula is, aki úgy tervezi, hogy nyugdíjba vonulása után Budapestről visszaköltözik Kiskörösre. Hamarosan azonban személyesen is találkozhatnak vele, hiszen november 22-én délután 5 órakor a Művelődési Központban mutatja be Bizalom mégis című verses kötetét. 20 éves éveimnek az elején akkor kezdtem el rászokni az olvasásra, és sokkal jobban, igazából érettségi után. Tehát addig a tudományos könyvek azok ragadtak meg, de a szép irodalom kevésbé, és aztán így maga az írás is igazából. Azon belül verseket írok, tehát a költészet, a líra az, ami számomra a legeslegvonzóbb. Azzal együtt, hogy 20 éves koromban ponyvaregényt is írtam, de aztán azt mondom inkább, hogy időm nem volt, hogy hosszabb lélegzetű írásokba belekezdjek. Vannak ilyen terveim,
De így évtizedeken keresztül a versnél, a költészetnél ragadtam le. Az októberi összejövetelen csatlakozott a társasághoz Csővári Katalin, aki itt él és itt dolgozik városunkban. Körülbelül olyan 20 éve ezelőtt voltam egy óvodásokkal foglalkozó keresztény továbbképzésen, és volt egy ilyen feladat, hogy az óvisoknak írjunk a bibliai történethez kapcsolódóan mondókát vagy kis verset, ami segíti a gyerekeket abban, hogy jobban megjegyezzék a történetet, vagy jobban a feldolgozásban segít nekik. És akkor írtam az első ilyen kis mondókát, verset, és aztán Isten segített abban, vagy így motivált is abban, hogy több ilyen verset vagy mondókát is írjak. Hát így kezdődött, és akkor így az óvodásaimnak írtam, főleg egy-egy nagyobb projekthez kapcsolódóan, vagy az élményszerző sétáink után, vagy bármilyen foglalkozással kapcsolatban. Az irodalmi társaság másik újonnan csatlakozó tagja a Szűcs Brigitta Zita, aki hosszú évekig újságíróként dolgozott. Az irodalom és a szépírás határozta meg életének elmúlt 20-30 évét. Alapvetően, amikor írok, akkor inkább kis prózákat írok, hogyha szép irodalomról van szó, és ezek megjelentek már olyan novellás kötetekben is, amik tematikusak voltak a Kalocsai Szó és Képben is, majdnem minden évben, amikor megjelent maga ez a kötet, megjelent benne nekem is néhány írásom, illetve irodalmi folyóiratokban, online folyóiratokban is, illetve print folyóiratokban is jelent már megírásom. A Kiskörösi Irodalmi Társaság tagjaiban közös, hogy fontos számukra a hasonló érdeklődésűek közössége, akikkel olyan témákról lehet beszélgetni, amik mindannyiukat foglalkoztatják. Számomra egy olyan közösség, ami nem tudtam, hogy hiánypótló az életemben, de az, mert szerintem nagyon sok órában átment az életünk online kommunikációba, és tényleg pótolhatatlan az, ahogyan itt tudunk beszélgetni, mert ez egyáltalán nem csak egy szakmai közösség, hanem tényleg egy baráti közösségé is vált. Jó, hogy ugye együtt lehetek olyan emberekkel, akiknek hasonló az érdeklődési körük, mint ami az enyém is. Új emberekkel, értékes emberekkel ismerkedhettem meg, és nem csak mint ugye az élet, tehát ugye az írásról is beszélünk, de persze azért az élet dolgairól is, és nagyon jó, hogy így megismer, tehát mindig új embereket ismerhetünk meg, és nem csak emberileg, hanem szakmailag is tudunk egymással értékes információkat megosztani. Én nagyon örülök annak, hogy így közösen is beszélgethetünk így az irodalomról, egymás verseiről, tehát visszajelzés is, és azt gondolom, hogy bátorítás is. Nagyon jó az, hogy olyan emberekkel tudunk, vagy tudok összejönni, akiknek hasonló az érdeklődése, érdeklődési köre. Megoszthatjuk egymással a tapasztalatainkat, tudásunkat, visszajelzést tudunk adni a másiknak, hogy mégis mit csinálunk, hogy csinálunk, miket, hogy kellene csinálni, vagy milyen ötleteink vannak, és tényleg az irodalomban így most én is olyan, hogy az irodalomban olyan kapuk nyíltak meg előttem is, amit soha az életben nem olvastam volna, tehát például Kingának a írásai, úgy, ahogy romantikus, soha nem olvastam volna romantikus írásokat, de nagyon jók, úgyhogy ez kár lett volna kihagyni. Az írás az azért egy elég magányos történet. És talán mi, akik írunk, azok nagyon szeretünk is magunkban lenni, és jelentős magányigényünk van. Mégis az, amit leírunk, arról azért nagyon jó beszélni másokkal. Azért is, mert a saját elképzeléseinket is jó megosztani, azért is, mert azok az elképzelések sokszor módosulnak annak kapcsán, hogyha valakivel megosztjuk azt a történetet, azt az élményt, amiről mi írni szeretnénk. Egy értő közösségbe lenni, az mindig érték. A társaság nem egy zárt közösség. Összejöveteleikre azokat az amatőr kiskörösi alkotókat várják, akik a műveiket eddig kizárólag csak a családnak és az íróasztal fióknak írták, de várják azokat is, akik szeretnek olvasni és szeretnének irodalomról, költészetről beszélgetni.